Úgy, ahogy minden települést a környéken és az országban, Zsombót is bizonyára elérte a veszélyhelyzet, a kijárási korlátozás, és hát egyáltalán a járványnak az intézkedései, és hát ennek az egésznek az egész gondolatvilága. Amikor kihirdették a veszélyhelyzetet, akkor Zsombónak milyen intézkedéseket kellett meghoznia? Ugye ez már hetekkel ezelőtt volt, és hát azóta elég sok idő eltelt, gondolom én a lakosság is hozzászokott ehhez az új helyzethez. Így van. Hát ez március közepén volt, és rögtön azzal is találkoztunk egy-két napon belül, hogy néhány hatóságilag elrendelt karanténos volt a településen, külföldről hazaérkezik. Erről van szó. Hát ővelük különösebben tevékenységünk nem volt. Ugye az első kormányrendeletekben már előírták a 70 éven fölüliek ellátását, úgyhogy ezt villámgyorsan meg is kerestünk minden 70 éven fölüli írásban, levélben, postanában keresztül. Viszonylag nem nagy számban jelentkeztek, tehát annyira nem nagy számban, hogy a szociális intézményünk győzte is a normál tevékenysége mellett a bevásárlás, gyógyszer, élelmiszer bevásárlást a jelentkezőknek, illetve hát én kértem akkor, meg utána még az újságon keresztül többször a 70 éven felülieket, később már a 65 fölöttieket, illetve a krónikus betegeket is, hogy legalább jelezzenek vissza a védőnőinket, állítottuk rá a feladatra, miután ő nekik egyébként is a tevékenységük nagy részét azt csak telefonosan végezhetik, tehát ugye leállították náluk a látogatást. És szabadult fel a kapacitások, hozzájuk futottak be a hívások, és hát így néhány hét alatt is csak 40%-ig jutottunk el az idősekkel kapcsolatban. A 40%-nak is csak egy töredéke kérte a segítséget, és a múlt héten pedig lejártuk az összes többit, így kollégák segítségével, és tulajdonképpen a legtöbben azért nem jelentkeztek, mert így vagy úgy megoldódott az ő ellátásuk családon belül, és nem volt szükségük segítségre, de most már legalább biztosak vagyunk benne, hogy mindenki megvan, jól van. Úgyhogy tulajdonképpen az idős ellátásban így ennyi, ezt győzzük, most már bevontuk azért a szociális intézmény mellé a közösségi házunkból, bölcsödékből, éppen nem munkában lévőket, hogy besegítsenek, úgyhogy az ellátásuk az megoldódott. Másik hát újdonság volt nálunk, hogy a helyi újságot elkezdtük minden héten kiadni, miután pont a leginkább érintett célcsoporttal elektronikus csatornákon keresztül hát olyan esetlegesen lehet, vagy nem feltétlenül lehet kommunikálni, mert 70 éven felüliek azért jóval kisebb arányban használnak internetet. Ez úgy tűnik, hogy bevált ilyen rövidebb, kisebb újságokat, de az összes praktikus információval hetente kiadjuk. Ebben akár még az üzletek nyitvatartásától, főleg a járvány elején ugye még magát a viselkedési szabályokat, ki, mikor, hova, mi, hogy van nyitva, hogy mossunk kezet, maszkot használata, stb. Közben különböző intézményeinknél, ahol munkaerő kapacitás szabadult fel, elkezdtük a maszkokat varni, miután észleltük, hogy beszerzésük az eléggé nehézkes. Egyfelől, másfelől meg olyan szinten fölment az áruk, hogy az már, hát hogy is mondjam, csak nem túl etikus, egyfelől, másfelől meg nyilván sokba is kerülne, úgyhogy most már maszkokkal is állunk úgy, hogy az előző heti újságban azt is közzé tudtam tenni, hogy akinek nincsen és szeretne, neki küldünk. Néhány jelentkező volt még idáig csak rá, többiek úgy látszik már be tudták innen nagyon szerezni a maszkokat. Az intézményeinkkel kapcsolatban ugye az történt, hogy ami legtöbb helyen az országban, mi is az első adandó alkalommal, az a március 15-i utáni héten bezártuk a bölcsödét, illetve az óvodát, az iskola természetesen működik, ugye mi távoktatásban. A bezárás
tudja érteni, hogy a gyerekfelügyeletet azt biztosítjuk, tehát ha valakinek munkájárási kötelezettségük van, nem tudják megoldani a gyermekek felügyeletét, akkor a bölcsőde is, illetve az óvoda is meg tudja ezt oldani bizonyos mértékig, bár attól még mindig messze vagyunk, akkor eleinte ilyen 2-3-4 gyermek volt intézményenként, egy-egy csoporttal működött, mert ugye maximum 5 fő lehet egy csoportban, és most a bölcsödéjükben olyan 7-9 fő szokott lenni, az óvodában pedig ilyen 11-2, úgyhogy most jelenleg 3 csoporttal, a bölcsének 2-vel működik. A többi intézménye, igen, a közösségi házat azt ugye kormányrendelettel nem bezárták, ott természetesen a kollégák az egyre tudnak mit csinálni, illetve bevontuk őket az egyéb vírussal kapcsolatos feladatokba. Az intézmények fertőtlenítését azt igyekeztünk előmozdítani, gyakorlatilag mindenütt megy a fertőtlenítés, meg maszkokat használnak a kollégák. A polgármesteri hivatalban megszüntettük azt a fajta intézést, ami személyes kontaktussal jár. Úgy tűnik, hogy szinte minden ügykört meg lehetett úgy oldani, hogy vagy elektronikus csatornán, vagy postalázán keresztül, telefonon leegyeztetve, és gyakorlatilag minden működik ugyanúgy tovább, még úgy is, hogy körülbelül a kollégáink fele távmunkába látja el a feladatát, főleg a nem helyben lakók, de helyben lakók között is van olyan, akinek krónikus betegsége van, veszélyeztetett, és kis csak nagyon esetlegesen ritkán jönnek be, amikor elkerülhetetlen, de ügyféllel nem találkoznak. Úgyhogy tulajdonképpen megy minden ugyanúgy tovább, bár igazolt fertőzöttünk még nincs a mai napig a településen, ettől nem lehetünk természetesen biztosak benne, hogy nincs is, aki esetleg hordozza a vírust, ezért ettől a héttől kezdve elkezdjük a buszmegállókat, meg a közterületi utcabútorokat is még fertőtlenítgetni, ilyen permetezős módszerrel, hát ha még ez is egy kicsit segít majd abban, amikor berobban a járvány, hogy kisebb legyen a vírus átadásának a kockázata. Hát így hirtelen ennyi jutott eszembe, amik járványjal kapcsolatos tevékenységek. Az önkormányzat munkáját olyan tekintetben hogyan érinti ez a helyzet, hogy mondjuk a képviselőtestület hogyan tud így dolgozni, és egyáltalán, hát gondolom én, vannak olyan ügyek, amik nem tűrnek halasztást, lehet az akár egy fejlesztés, egy beruházás, vagy bármi, ezeket hogyan tudják intézni? Hát azt a gyakorlatot alakítottuk ki, hogy körülbelül minden héten egyébként konferencia beszélgetésben egyeztetünk a képviselőkkel, tehát tulajdonképpen majdnem olyan, mintha egy helyen lennék. És gyakorlatilag majdnem ugyanúgy, mint egy formális testületi ülésen megbeszéljük az ilyen halaszhatatlan dolgokat. Amikor majd tényleg olyan lesz, amihez már okiratokat is kell látni, vagy előterjesztésszerű dolgokat, akkor azt meg fogjuk küldeni e-mailben. Telefonon keresztül konferencia beszélgetésben megbeszéljük, és amiben marad a testület, arról én fogok majd polgármesteri határozatot hozni, miután a jogszabályos teszt teszi lehetővé. Ami meg halasztható, azt meg igyekszünk elhalasztani. Odáig még összeülhet a képviselőtestület, gondolok itt egy ilyen kritikus témára, például a rendezési tervünk már éppen elfogadás előtt volt, de ezt azért nem szeretném képviselőtestület nélkül eldönteni, tehát az ilyen nagyon volumenű halasztható dolgokat halasztjuk, amit viszont meg kell hozni, azt meg telefonon letárgyaljuk, és hát tulajdonképpen majdnem olyan, mintha a képviselőtestület döntött volna.